Nagy szeretettel köszöntelek titeket a Gödöllői Királyi Kastélyba. Én Demeter Guba Erzsébet vagyok, a kastély egyik múzeumpedagógusa, és mi most a kastélynak a barokk színházába járunk. Ha körbenéztek, akkor itt a színpadon állva láthatjátok is, micsoda kulisszák, micsoda díszletek vesznek minket körbe. Kastélynak a barokk színházát kastélyépítető gróf Grassalkovics első Antal fia alakítatta itt ki a kastélyon belül. Az ide érkező vendégek, akik csak meghívóval vehettek részt a színházi előadásokon, nem csak a színházi előadásokon mulatták az időt, hanem bizony olykor bálokra is érkeztek ide a kastélyba. És hogyan is báloztak a régi időkben? Hát egy kicsit ennek fogunk utána járni. Szerintetek, hogyha egy fiú szeretett volna táncolni egy lányjal, akkor mit kellett neki csinálni? Csak odament, egyszerűen kézen fogta a lányt és táncba vitte? Hanem mit kellett neki csinálni? Hát bizony meg kellett neki mutatni, hogy ő micsoda úriember. Úgyhogy most megmutatom nektek, hogy a régi időkben hogyan is történt a felkérés a táncra. Előbb a fiatal embernek mutatom meg, hogy hogyan is kérte fel egy leányt a bárban. Kérlek, hogy húzd ki magad, mutasd meg, hogy te milyen daliás legény vagy, és a bal kezedet emeld fel egy kicsit, behajlítva a füled mellé. A másik kezed pedig maradjon a combodon, hajolj előre egyenes háttal, és utána egyenes egy vissza. Visszateheted a kezedet a combod mellé. A lányok erre úgy válaszoltak, ők is egy mozdulattal mutatták meg, hogy készen állnak a táncra, szívesen mennek táncolni a fiúval. Ők is kihúzták magukat, és egy picit fogjátok meg a szoknyátokat képzeletben, és a bal lábatok az maradjon a helyén, jobb lábatokkal egy picit lépjetek a bal sarkatok mögé, rogyasszátok be a térdeteket, és piccentsetek a fejetekkel is. Ezt úgy hívják, hogy pukedlizés. A lány így fogadta a fiúnak a mozdulatát, ezután a fiú oda sétálhatott a lányhoz, és felkérhette táncolni. Köszönöm szépen, hogy segítettetek bemutatni, hogy régen hogyan is zajlott a báli felkérés, és hogyha szeretnétek többet megtudni arról, hogy milyen is volt a régi idők bája, akkor nagy szeretettel várunk minden óvodás és alsós gyermekcsoportot a Gödöllői Királyi Kastélynak Bála Barokk Színházban múzeumpedagógiai foglalkozására.